Délutáni vizit a mellkassebészeti osztályon. Ezek a kórtermek szinte soha nem üresek, az osztályra ugyanis Vas, Zala, Veszprém és Győr-Moson-Sopron megyéből is érkeznek páciensek. Évente 4-500 körzeti műtétet végzünk, ebből 300 körüli a nagy műtét, és a többi kisebb beavatkozás. És az egy évben fölvett és kezelt betegek száma pedig 600 körül van. Sokszor az ország más városaiból is küldenek ide betegeket. Szombathelyen ugyanis egy olyan új eljárást is alkalmaznak a korai stádiumban lévő tüdődaganatos betegeknél, amely hazánkban világújdonságnak számít. Mi körülbelül 3 évvel ezelőtt kezdtünk menni a világ után, és az országban az elsők között itt bevezettük Dunántúlon is Nyugat-Magyarországon ezt a technikát. Most ott tartunk, hogy 35 körüli műtétet végeztünk ilyen módon. Az eljárásnak köszönhetően a betegek kevesebb fájdalmat élnek át, és gyorsabban is épülnek fel. A beavatkozás esetenként több 100 000 forintos költséggel jár, ám az osztály az Országos Egészségbiztosítási Pénztár segítségével finanszírozni tudja a műtéteket.